Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónk vendégét, Kovács László rendőrezredest, a Szentendrei Rendőrkapitányság parancsnokát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kész csak, én köszönöm a meghívást. Vége a nyárnak. Milyen volt az elmúlt időszak Budakalászon nyár tekintetében? Én úgy gondolom, hogy egy kellemes nyarunk volt. Nem volt nagyon nagy baj, nem volt nagyon súlyos bűncselekmény, nem volt olyan, ami miatt úgy igazán meg kellett volna ijedni, hogy valakit nagyon bántottak volna, megtámadtak volna, kiraboltak volna. Ezeket sikerült elkerülni. Nem volt olyan közúti közlekedési balesetünk, aminek nagyon-nagyon súlyos következményei lettek volna. Én úgy gondolom, hogy ez is rendkívül fontos. Nem volt szörnyűséges baleset a tavakon. Ez is úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly eredmény, rendkívüli energiát és erőforrásokat fektetett bele az önkormányzat, és hát így segítségével a rendőrség is, hogy ezeket el tudjuk kerülni. Túljutottunk azokon a rendezvényeken, ami nyáron megtörténhet egy településen, mindenféle kisebb-nagyobb programon, most a végén még egy városnapon is. Ezek is úgy történtek meg, hogy nem volt semmi gond, nem voltak felelőtlen emberek, akik mondjuk másoknak a szórakozását tönkretették volna. Én úgy gondolom, hogy egy olyan kellemes nyarunk volt, hogy ha az ősz is ilyen lesz, akkor egyre jobban néz ki ez az év. Akkor, ha már ősz, hogy elindult az iskola, még így a szeptember ez a beszoktatás, a szülők viszik, hozzák a gyerekeket, az iskolák környékén ilyenkor aztán hatalmas a forgalom, a torlódás. Mire kell ilyenkor a szülőknek, gyerekeknek, tanároknak, a közlekedőknek figyelni, vagy észnél lenni? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Valami furcsa módon szerintem annak idején mindig olyan helyre adták ki az általános iskoláknak, meg a középiskoláknak, de főleg az általános iskoláknak az építési engedélyt, ahol egyébként nem lehet parkolni. Ez nem tudom, hogy van, de szerintem tehát ilyen parkolómentes övezetbe építettünk annak idején iskolát, és ez továbbra is így működik. Akkor is így volt ez, amikor egy településen csak 1000 autó volt, meg most is így van, amikor egy településen mondjuk az állandó lakosok számának durván kétszeres autó közlekedik. És ami külön probléma, hogy mi szülők gyermekeinket maximálisan óvva, természetesen csak is kizárólag a kis iskola kiskapuja előtt parkolhatunk le, ahol kirakjuk a gyermeket az autóból, meggyőződünk róla, hogy bement a kiskapun, majd tovább megyünk, és a közvetlenül mögöttünk álló már nem rakja ki a gyermekét a kiskapun, hanem előrébb megy egy másfél métert, kinyitja az ajtót, kiszedi a gyereket, hátára teszi a táskát, csókot lehel a homlokára, és ez így zajlik. Nyilvánvalóan azok, akik egy olyan nettó 350-400 méterre vannak a kiskaputól, azok már szétrágják a kormányt idegességükbe, hogy nem fognak beérni dolgozni. Akik pedig még be se jutottak az utcába, azok végképp rettentően idegesek, de ezzel együtt ez a protokoll nem változik. Nem nagyon hagyjuk a gyerekeknek, hogy sétáljanak, legalábbis tisztelet a kivételnek, és ez azért veszélyes, mert ilyenkor elindul az emberekbe a pumpa, tehát ilyen nagyon furcsa fiziológiai folyamatok beindulnak, megnövekszik a fejnyomás, és ebből fakadóan, amikor majd végre elindul az iskolától, akkor nem lesz túlságosan bölcs tagja a közlekedő társaságnak, ebből lehetnek súlyos-súlyos balesetek. De ez az egyik része. A másik része az, hogy valóban ezek a gyerekek most elindultak iskolába. Az első héten borzasztó boldogok voltak, hogy látnak olyanokat, akiket nem láttak egész nyáron, illetve bosszusak voltak, hogy látnak olyanokat, akiket nem láttak egész nyáron. De teljesen mindegy, ez az érme két oldal, ez megjelenik, úgyhogy ezzel volt tele a fejük. Most már teljesen más problémáik vannak. Megvan-e a házi feladat, ha nincsen meg, azt hogyan tudom majd megfelelő módon leplezni bent. Nehéz a táska, nincs hozzá kedvem, nulladik órán van, délután edzés van, és különben is most már lassan jönnek az első jegyek. Gondterheltek a gyerekek, és hogyha gondterheltek, akkor ezen jár az kis agyuk, ezen malmoznak, és hogyha ezen malmoznak, akkor nem fognak úgy odafigyelni a közlekedésre. Úgyhogy nekünk bölcs és okos felnőtteknek kell odafigyelni, és úgy közlekedni az általános iskolák környékén, hogy mindenféle komoly balesetet meg tudjunk előzni, hogy úgy közlekedjünk, hogy mindenre számítunk, és mindenre felkészülünk, hogy az utolsó pillanatban, vagy a legelső pillanatban is meg tudjunk állni. Nagyon-nagyon fontos, nem néznek körül, nem foglalkoznak semmivel, be vannak zárkozva a saját kis gondolataikba, és úgy közlekednek, a nagyobbak pedig már adott esetben ügyesen, vagy folyamatosan telefonálnak, Pokémont kergetnek, ugye ez egy rendkívül veszedelmes történet, az ugye kellemetlen, amikor a parkolóba oda mennek, hogy legyen szíves álljon odébb, mert rajta áll a Pokémonon, tehát hogy ez figyelni kell, zenét hallgatnak, be van dugva mind a két fülük, fogalmuk nincsen, hogy mi zajlik körülöttük. Nagyon defenzíven kell vezetnünk, és nagyon-nagyon óvatosan kell közlekedni nekünk felnőtteknek, ha sikerül.
az évnyitón, illetve az elkövetkezendő két hónap, de akár hogyha ugye igény van rá, szeptember hónapban iskolarendőr is felügyeli az iskolák környékén a rendet. Nyilvánvalóan ez nekünk mindig kiemelt projekt és mindig kiemelt fontosságú program az, hogy szeptember hónapot mindenféleképpen végigkísérjük a legfontosabb gyalogátkelőeknél. Nem is biztos, hogy feltétlenül az iskolák környezete, a szűk környezet az, ami adja a helyszínt, ahol meg kell jelenünk, hanem azok a gyalogátkelő helyek, amelyek mondjuk forgalmas utakon vezetnek át, és tudjuk, hogy ez egy ilyen, hát ez ilyen nagyon, ilyen, nem is tudom, ilyen trendi szóval élve migrációs útvonal az iskolásoknak. Ahonnan tudjuk, hogy legtöbben fognak érkezni az iskolába, lehet, hogy ez nem a suli mellett van közvetlenül két utcával feljebb, de tudjuk, hogy ez egy veszélyes útszakasz, ott nagyon sok iskolás kell át, tehát akkor nekünk ott kell lenni, és ott kell vigyázni rájuk, hogy ne történjen baleset, úgyhogy szeptemberben mindenféleképpen végigviszük természetesen, és utána pedig mindig az iskolákkal az iskolarendőrök egyeztetnek, és ahol fölmerül, hogy ez probléma, ott vissza-vissza térünk, és újra megjelenünk, és próbáljuk moderálni ugye a forgalmat, hogy ez jó legyen, és hogy mindenki épségben beérjen az iskolába. Elkeserítő, de most is volt például már szeptemberben olyan rendőri intézkedésünk, amikor az ott álló rendőr kolléga ellenére sem sikerült az autósnak észrevenni azt, hogy iskola környezetében van, és akkor, amikor nagy nehezen sikerült megállásra bírni, akkor nem is igazán tudta értelmezni a helyzetet, hogy most mi volt ezzel a gond, hogy egyébként nem csak a diákot próbálta meg valamilyen szinten leszorítani az útról, meg a gyalogátkelő helyről, hanem még a karácsonyfának felöltözött kékben, sárgában, zöldben pompázó rendőrt is. Beszélgettünk, vagy szó volt arról, hogy telefonálás, zenehallgatás, gyaloglás, közlekedés közben. Ugye pár héttel ezelőtt volt egy csúnya baleset Budakalászon, amikor a HÉV gázolt halálra egy szentendrei lakost. Hívjuk fel azért a figyelmet, hogy igenis, ha mi gyalogosok közlekedünk, akkor figyeljünk mi is a közlekedésre. Nyilvánvalóan azok az érzékszervek, amelyek nagyjából behatárolják a mi kis működésünket, azok rendkívül fontosak. Nem véletlenül van kitalálva az ember úgy, hogy lásson is, meg halljon is, meg hogy szagukat is érezzen, meg hőt, meg mindenféle egyebeket, hogy a bőrünk is felvegye ezeket a jelzéseket. Hogyha ezek közül az érzékszervek közül bizonyos dolgokat eldugaszolunk, mint például a fülünk, akkor nyilvánvalóan a többinek valamiféle kisegítő funkciót kell majd művelnie, mondjuk sokkal jó sűrűbben körbe kell néznünk, sokkal sűrűbben kontrollálni kell a környezetünket, hogy milyen helyre érünk, hogy hol kelünk át, hogy mögöttünk jön-e valaki, hogy valaki odaérte a közelünkbe, hogy jön-e kerékpáros, vagy bármi egyebek. Tovább megyek ezen, mert ugye hál' Istennek, ahogy fejlődik a technika, egyre ügyesebbek és okosabbak vagyunk, tele vagyunk hibrid autókkal, és tele vagyunk, most egyre több zöldrendszámos elektromos autó is van. Na, ezeknek aztán végképp nincs hangjuk. Ezek olyan csendbe jönnek, mint nem is tudom, mint az iskolaigazgató. Tehát úgy észre se veszük, és egyszer csak ott megjelenik. Porzalmasan veszélyes lehet, hogyha nem figyelünk. Tehát ha nincs bedugva a fülünk, akkor is jártatni kell a szemünket, mert ezek a veszélyek most már megjelennek itt a környezetünkben. Igen, ezt el kell mondani nekünk is, elmondjuk mi is, elmondják az iskolarendőreink, elmondjuk a programokon, amire várjuk a fiatalokat, elmondjuk a pedagógusoknak, és kérjük, hogy ők is mondják el mindenkinek. És hát, hogyha egy-egy ilyen adás után, amit az önök jó voltából megjelenik, mondjuk egy szülő hallja, hogyha ő is elmondja a gyerekének, akkor szerintem nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy egy-egy ilyen baleset ne következhessen be. Térjünk át a csalásokra. Ugye ez is mindig aktuális, főleg az idősebbek tekintetében. Vannak ezek a telefonon felhívják, kiadja magát az unokának, hozzátartozónak. Ez ellen mit lehet, hogyan lehet védekezni? Mindent próbálkozunk. Tehát minden irányból megkeressük az időseket személyesen. Elmondjuk nekik. Ha a program szerveződik, akkor odarohanunk és elmagyarázzuk, hogy mi történik, de borzasztó nehezen megy át az információ. Ez a bizalom, ez valami oknál fogva nagyon-nagyon benne van az időskorúakban, és hát ugye ráadásul kihasználják az elkövetők azt, hogy mondjuk éjszaka keltik fel álmából, első álmából, amikor tényleg nagyon nehéz tisztán gondolkodni. Sajnos most is volt egyébként bűncselekmény, ilyen típusú bűncselekmény. Több mint 1 millió forintot adtak oda az éjszaka közepén egy vadidegen embernek. Aki oda jött, és csak annyiról szólt a történet, hogy szerbusz, én vagyok, és akkor kellene pénz, és nagyon nagy baj van, és akkor szükségem van rá, meg ilyenek, tehát félelmetes. Folyamatosan nyomozunk, de hát az elkövetők is ügyesek egyébként, tehát mindenféleképpen a megelőzés a legeslegfontosabb, amit meg lehetne tenni. Mi elmondjuk az időseknek, ők nem mindig fogadják meg, tehát ami nagyon fontos, és még csak ugyanott járok egyébként, hogy az a hozzátartozók nagyon-nagyon fontos, hogy újra is elmondják a szépkorúaknak, hogy nem kell semmit.
Ha ilyen történik, akkor nem kell ráugrani, akkor tenni kell egy telefont, igen, fel kell hívni a fiamat, fel kell hívni a lányomat, az unokámat, bárkit az égvilágon. De figyelj, már történt ilyen, szerinted ennek lehet valami valóság alapja? Ha nem, nem. Ha nem tudja elérni egyik hozzátartozóját se, érezze nyugodtan hozzátartozójának a rendőrséget, tessék felhívni a 112-t, ingyen van és bérmentve, ide fogják kapcsolni, ki fognak menni a kollégák, meg fogjuk nézni, hogy megjelente valaki a lakókörnyezetében, hát ha meg tudjuk fogni ezt az elkövetőt, aki egy hónappal korábban valaki mást csapott be ugyanígy. Nagyon fontosak ezek a támogatások és ezek a segítségek nekünk, de az elmúlt egy-két hétben már nem csak az időskorokat találják be, hanem egész fiatal embereket és fiatal hölgyeket is megpróbálnak becsapni. Most jelen pillanatban a Gratulálunk Ön egy nagyon komoly mobil kommunikációs cég nyereményjátékában tud részt venni, akár 150 ezer forintot is nyerhet, ezért semmi más nem kell tennie, csak fogja meg a bankkártyáját, legyen kedves leslattyogni a legközelebbi ATM-hez, és egy adott számra legyen kedves 15 ezer forintot átutalni, ami egyébként majd igazolja, hogy Ön felnőtt korú van, bankszámlája, folyószámlája, bankkártyája, ahova majd mi átutalhatjuk a nyereményt, természetesen ezt a 15 ezeret is visszaadjuk, bla 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 bla. Ezt egyébként sikerült is elhitetni. Úgyhogy van sajnos sértettünk is, meg van olyanunk is egyébként, aki az első mozdulat után csak lecsapta a telefont és jelezte nekünk, hogy van egy ilyen típusú probléma. Ezek a jelzések is fontosak számunkra, ezeket szeretnénk felszámolni, és hát könyörgöm, tehát a józanész az, hogyha megvan, az nagyon-nagyon sokat számít. Lassan jön a fűtés szezon, és ugye és a fahárosok is, akik szintén becsapják a jóhiszemű. Vannak olyan faárusok, akik becsapják a jóhiszemű vásárlókat. Pontos, ez nagyon fontos, mert egyébként úgy gondolom, hogy ennek a piacnak van egy csomó nagyon-nagyon tisztességes szereplője, aki adott esetben lehet, hogy még 3 gurigával többet is ledob, mint kevesebbet, hogyha látja, hogy valaki olyan anyagi körülmények között él. De igen, valóban vannak olyanok, akik ebből megpróbálnak, nem is tudom, hasznot húzni és nyerészkedni ezen. Ennek a társaságnak egy részét már ismerjük, mert hogy ők visszatérő kuncsaftok, mondhatni VIP vendégek már a rendőrségen belül. Figyelünk is rájuk, keressük is őket, ezzel együtt szintén megint a család felelőssége, hogy mondjuk el az idősebbeknek, hogy nem kell ellenőrizetlen forrásból vásárolni, majd mi körbejárjuk, megnézzük, segíteni kell őket, hogyha netán bárki észlel olyat, hogy mondjuk egy ilyen faárus, kis teherautó közlekedik itt a települések útján Budakalásztól egészen Visegrádig. Nagyon boldogok vagyunk, hogyha tesznek egy jelzést a rendőrség felé, a 112-n szintén ingyen bérmentve teljes mértékben ezt be lehet jelölni. A mi kollégáink kimennek, meg fogják ellenőrizni azt a járművet, amennyiben az egy nagyon tisztességes, becsületes vállalkozó, amiből szintén nagyon sok van, akkor útjára engedjük, és ennyi volt, amennyiben meg nem olyan ember, akinek örülünk itt a területen, mert gyanítjuk, hogy egyébként mindenféle funcut, furcsa szándékai vannak, és egyébként nem tartja be azokat a szabályokat, amiket be kell tartani egy ilyen típusú kereskedelem során, akkor őt meg valószínűleg meg fogjuk kérni, hogy valahol máshol próbálja meg ezt a tevékenységét folytatni. Nyilvánvalóan a szükségszerű eljárások mellett minden jelzés nagyon sokat számít, minden jelzés nagyon-nagyon fontos, úgyhogy kérjük, hogy ezeket tegyék meg, és akkor lehet, hogy ügyesek leszünk. Például csak Budakalászra visszatérő, Budakalászra minden évben probléma volt, és polgármester úr talán még egy kicsit viccesen meg is jegyezte az egyik egyeztetésünk során, hogy állandóan elviszik a levendulákat, pedig ott az a gyönyörű levendulatelep az milyen fantasztikus, magyarán megfogtuk a levendula önkéntes aratóit is, úgyhogy azzal kapcsolatban is indult egy eljárás, úgyhogy remélhetőleg, hogyha most meg erről beszélgetünk, akkor arra kapunk jelzést, hogy ezeket a huncut városokat is össze tudjuk szedni. Beszélgessünk még arról, hogy augusztus 20-án az egyik budakalászi körzeti megbízott Barna Szabolcs főtörzsőrmester a város által alapított pajzs érdemrendet kapta a munkájáért. Hát ez egy fantasztikus dolog. Rendkívül büszkék vagyunk a Szabira. Én úgy gondolom, hogy sokat is tett annak érdekében, hogy ezt a nagyon komoly elismerést megkapja. A legpozitívabb visszajelzés egyébként számunkra az, hogy ezt mi egyáltalán nem kértük. Tehát szó sem volt arról, hogy mi lobbiztunk volna, hogy már pedig szerintünk ez egy ügyes gyerek, és akkor el lehetne ismerni a tevékenységét. Ezt az önkormányzat teljesen rajtunk kívül, tőlünk függetlenül gondolta, hogy ezt az elismerést oda fogja adni a kollégának. Én úgy gondolom, hogy sokat is tett érte, meg is érdemli, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt megkapta, de azért azt tudni kell, hogy Budakalászon nagyon-nagyon jó körzeti megbízottak vannak, akik dolgoznak, azért ott van olyan kolléga is, aki pont amikor érkeztem, azt hiszem 2012 vagy 2013-ban az év körzeti megbízottja volt országos szinten. Tehát azért ott nagyon-nagyon jó munkatársak vannak, ügyes fiatal járőrök, meg rutinos idősebb körzeti megbízottak.
Ez egy csodás dolog. Nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak is, meg úgy általában, mert gyanítom én, hogy attól még, hogy egy rendőr nyüzsök jön meg jobbra-balra, az valószínűleg nem csak az önkormányzatnál számít, hanem a lakosságnál is. A lakosság meg a visszajelzését elsősorban úgyis az önkormányzat felé tudja tolni, úgyhogy remélem, hogy ez valahol itt összeért, és ez egy ilyen nagy teljes visszajelzés a településnek, és abban is biztos vagyok, ismerve a kollégámat, hogy ez megint újabb inspirációt adott neki, hogy még jobban, még hatékonyabban, még inkább a település érdekeit szolgálva dolgozzon tovább. Szeptember 22-én lesz ugye az őrzők napja, ahol a Szentendrei Rendőrkapitányság is képviselteti magát, és a környékből is várnak iskolásokat, fiatalokat, hogy a szakmát, hogy mindenfélét megismertessenek, vagy kicsikkel, nagyokkal, mindenkivel. Így igaz, ez egy már rendszeres program lesz, mert ez a második őrzők napja. Tavaly volt az első, egy olyan kezdeményezés, amiben azok, akik itt a környéken, a Dunakanyának ebben a részében megpróbálnak vigyázni másokra, jelesül a tűzoltóság, a honvédség és a rendőrség, így álltunk össze Kalákába, és megszerveztük az első őrzők napját, ami egy kellemes, jól sikerült program lett. Annyira jól sikerült program lett, hogy Szentendre városa úgy döntött, hogy ennek a programnak meg kell ismétlődnie, ennek nagyon-nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy kezdünk ténylegesen részévé válni a város meg a környék vérkeringésének, és ez számunkra rendkívül fontos. Úgyhogy nagy-nagy örömmel, tisztelettel várunk mindenkit. Mindenféle eszköz lesz, mindent meg lehet fogni, be lehet ülni, meg lehet harapni, mindenféle huncutságok vannak. Aki nem vigyáz, azt meg is harapják, kutyás bemutatót is szervezünk. A tűzoltók füstsátrat állítanak fel, ahol rendes tűzoltónak beöltözve gázmaszkkal lehet majd bolyongani. A katonakollégák akadálypályát hoznak, lesznek korabeli egyenruhát viselő hagyományőrző rendőrök, lesz autóvadászjármű, lesz mindenféle harci eszköz, meg tűzoltóautó, közlekedési balesetet mutatunk be, pont gyalogos balesetet, hogyha minden jól megy, hogy lássák az emberek, hogy ez mennyire veszélyes, aztán, hogy az emlékét is kiterüljük ennek a szomorú eseménynek, a tűzoltók ripityomra fogják vágni nagyjából azt az autót, amivel a balesetet okoztuk, hogy tényleg az emlékét is eltörüljük ennek a szörnyű eseménynek. Én úgy gondolom, hogy aki szeptember 22-én a Dunakorzon Szentendrén meglátogat minket, 9 óra és délután 2 óra között, az jól fogja érezni magát. És remélem, mi is jól fogjuk érezni magunkat. Legyen így. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.